lépésekhez, amint friss, megerősített információ lesz akár Eriksen állapotáról, akár ugye a mérkőzés sorsáról, akkor azt természetesen mi is elmondjuk. Tehát most el pillanatban még sok mindent mi is csak feltételezzünk, hogy mi lehet, hogy lehet. Már csak azért is, mert ugye most már 19 óra 50 perc van, és ugye 9 órakor kezdődik a következő mérkőzés, és az is kérdés, addig be kellene ezt fejezni, hogyha ezt ma leszeretnék játszani, ezt az összecsapást, hogy ez beleférhet-e még? Hát beleférni még beleférne, de egyszerűen számomra most már nem Eriksen állapota aggasztó, hanem hogy lehet ennyire döntésképtelen valaki, hogy ne tudja eldönteni, hogy igen vagy nem. Hát ez nem is értem, hogy mi a kérdés most. Mi már ebben kötözködtünk veled egyszer, Gyuri, most nem kezdeném el újra. Azt tényleg nem tudom, hogy a metódus hogy megy és hogy zajlik. De lehet nem is, csak legyen már egy döntés. Hát miért kell ehhez ennyi idő? Igen, ez nehéz ebből a helyzetből, vagy ebből a székből megítélni, hogy miért. Hát ugye nekünk az elménk és a szívünk is azt mondja, hogy kezdjétek el, játsszátok le, és őrjetek annak, hogy ez így alakul, de hát lehet, hogy vannak talán más problémák is, amiket meg kell beszélni, hát azért az ember. Na mi lehet, nem találják a labdát, vagy mi? Ne haragudjál már. Hát ennyi idő alatt, ha ilyen lassan megy egy ilyen döntés, hát valószínűleg meg lehet indokolni azt is, és biztosan van mögötte indoklás, ha igen, ha nem, akkor is. Miért kell erre várni? Erre nem fogok tudni most itt válaszolni, azt viszont meg tudom ígérni nektek is és a nézőknek is, hogy amint hivatalos információink lesznek, akár Eriksen állapotáról, a továbbiakban, illetve a mérkőzés sorsáról, akkor azt rögtön be fogjuk mondani. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza. A B csoport nyitó mérkőzésén a Dánia-Finnország összecsapás első félidejének hajrájában Christian Eriksen összeesett, de aztán a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállították kórházba. Az UEFA és a Dán Labdarúgó Szövetség is megerősítette, hogy stabil állapotban és ébren van. Nagyon fontos, hogy ő hogy van, erről